Szúnyogirtás 1,5 milliárd forint áll a települések rendelkezésére országos szinten. Hiány. Várhatóan a következő napokban lesz kapható ismét K-vitamin injekció a hazai gyógyszertárakban. Országos szinten 1,5 milliárd forint áll a települések rendelkezésére, hogy megoldják a szúnyog problémát. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ebből az összegből Vásárosnamény mintegy 1 millió forintot kapott. A földi szúnyoggyérítést szerdán végzik el a Gergely-Ugornyai település részen közel 150 hektáron. A Balaton és a Velencei tó mellett számos olyan vízparti település van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ahol a szúnyogok nagy száma megkeserítette a lakók életét az elmúlt hetekben. A legtöbb település mindent megtett a probléma kezelésének érdekében, így Vásárosnamény is. A 40 éve városi rangot kapott település 1 millió forintból már a zoárnapi sokadalom előtt elkezdte volna a szúnyogírtást. Június 17-én azonban az eljárást végző repülőgép az időjárási körülmények miatt nem tudott felszállni. Ezt követően pedig a Tisza virágzása jött, úgyhogy a környezetvédelem is a katasztrófavédelem összezárásából nyilvánvalóan a természetvédelme kerekedett fölül. Mindenki örömére, hiszen a kérészek ugye ilyenkor indulnak be, a Tisza ilyenkor virágzik, ezt pedig mindenképpen védenünk kell, hiszen ez egy olyan természeti esemény, olyan természeti csoda, amelyre oda kell figyelnünk, hogy ezt unokáink is láthassák majd a jövőben. Mindenki megírt is, tanúsította és várta ezt is, vette tudomásul. Vásárosnamént 4 folyó, a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr határolja. Ez jelentősen megnöveli nyaranta a szúnyog invázió esélyét. A rovarok ugyanis kedvelik a meleg és nedves környezetet, és bár a trópusokon a leggazdagabb az egyedszám, az éghajlatváltozás miatt Magyarország vizei mellett is egyre inkább elterjednek. A Bereg szívének is nevezett település évről évre egyre komolyabb harcot vív a vérszívókkal. Szerdán ennek egy újabb lépéséhez érkezik a város. 17-én este Gergely-Ugornyán egy földi szúnyoggyérítése is sor kerülhet. Egy olyan 150 hektáros területet lőttünk itt be, és szeretnénk azt, hogyha ha ezzel a szúnyoggyérítéssel most már tényleg le tudnánk zárni egy időre, gondolom itt augusztus 20-áig legalább a szúnyog problémát, a szúnyog inváziót, ugyanis egy dolgot senki nem vett figyelembe, és itt kérném a lakosság türelmét, a turisták, a nyaralók türelmét is, hogy azért volt egy komolyabb és egy kisebb árvízünk. Na most az árvizek kapcsán a pangóvizek ugye ott maradnak, és ez olyan táptalaj a szúnyogok fejlődésének, amit lehetetlen kivédeni. Én hiszem azt, hogy az állami hozzáállás pozitív, és tudom azt, hogy a források is növekedtek. Ez országos szinten júniusban még valamivel több, mint 800 millió forintot jelentett. A helyzet súlyossága miatt azonban a kormány megemelte a szúnyoggyérítésre szánt összeget. Jelenleg több, mint 1,5 milliárd forint áll a települések rendelkezésére, hogy kezeljék a problémát. Embercsempészre csaptak le a rendőrök vasárnap délután a 4-es számú főúton. A szlovák rendszámú személygépkocsi sofőrje 5 utast szállított, akiknek nem voltak okmányaik és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták igazolni. Nyírturánál fogták el kollégáim azt a 27 éves szlovák állampolgárságú férfit, aki az általa vezetett gépkocsival 5 bangladesi állampolgárnak akart anyagi haszonszerzés érdekében segítséget nyújtani az államhatárok illegális átlépéséhez. A nyomozás adatai szerint a gyanúsította külföldi férfiakat Olaszországba akarta szállítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztályának nyomozói a szlovák állampolgárt gyanúsítottként kihallgatták embercsempészés büntett elkövetése miatt, majd őrizetbe vették. Az illegális migránsokat pedig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérték. Továbbra is országos hiány van a K-vitaminból. Az injekció a következő napokban kerülhet ismét a gyógyszertárakba, de szinte biztos, hogy a korábban megszokottnál magasabb áron. Ennek az az oka, hogy a készlet eléggé ingadozik, és jelenleg csak külföldről lehet beszerezni a készítményt. Vérzéses szövődmények megelőzése céljából elsősorban az anyatejjel táplált új és koraszülötteknek, valamint csecsemőknek adják a receptköteles K-vitamint. Az egyetlen hazai gyártónál tavasszal állt le az injekció előállítása, így most országos hiány van belőle a patikákban. Az általunk megkérdezett gyógyszertárban is a készlet elmúlt hónapokban tapasztalt ingadozásáról számoltak be.
Az év első felében voltak beszerzési problémák a K-vitamin injekcióval kapcsolatban. Ez az elmúlt hónapban átmenetileg megoldódott, sajnos most megint hiányzik, de jövő hétre várható a nagykereskedőköz egy szállítmány. Az injekciót általában 6 hónapos korukig adják a csecsemőknek. Amennyiben fél éves kor alatt anyatej helyett tápszert vagy főzeléket is kapnak, és az anyatej mennyisége kevesebb, mint a hozzátáplálás, nem szükséges továbbadni. Mivel az ampullának helyettesítője nincsen, a gyógyszer nagykereskedők máshonnan kénytelenek megrendelni a készítményt. Ezek azonban drágábbak annál megszokottnál. Engedélyt kaptak ennek a külföldi beszerzésére, ezeknek az ára valamennyivel magasabb, míg az eddig ilyen 1000 forint alatti ára volt, a K-vitamin injekcióknak ezek 3 vagy akár 5000 forintra is emelkedhet, de ilyen esetben, mivel nincsen helyettesítője, nem lehet mit tenni. A szakember elmondása szerint a következő napokban a 3000 forint körül kapható K-vitamin injekció kerülhet a patikába. A készítmény ára valószínűleg csak a hazai gyártás újraindulásával csökkenhet ismét. Azt azonban, hogy ez mikorra várható, nem lehet tudni. 2010-hez képest 7,6%-kal 34%-ra emelkedett Magyarországon a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. A diplomások aránya tekintetében azonban az Európai Unió 28 tagállamához képest még mindig 7%-os a lemaradásunk, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Azzal, hogy a diplomások aránya 34%-ra nőtt, Magyarország teljesítette az Európa 2020 stratégiai program keretében tett vállalását. Ugyanakkor a felsőoktatásban tanulók száma 22%-kal esett vissza az évtized elejéhez képest, és erre csak részben magyarázat a demográfiai helyzet, és a külföldön tanulók egyre nagyobb száma, írja a Világgazdaság. Megrongálták a tavaly ősszel átadott kresztampáját Nyíregyházán. A rendőrségre július 15-én a reggeli órákban érkezett bejelentés, hogy a tampáján több kihelyezett közúti jelzőtáblát a tartó oszlopairól lecsavaroztak és megrongáltak. A bejelentést követően a rendőrök megkezdték az adatgyűjtést, ennek eredményeként néhány órán belül beazonosították az elkövetőket. A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény elkövetésével 2 10 éves nyíregyházi fiú gyanúsítható, akik meghallgatásuk alkalmával nem tudtak magyarázatot adni a tettükre. A rendőrök egyikük lakóhelyén a jelzőtáblákat rögzítő csavarokat megtalálták és lefoglalták. A kreszt tampáját tavaly szeptember közepén adták át, mely a biztonságos kerékpározás és a közlekedési szabályok megismertetését szolgálja azóta. 122 gyermek táborozik a Nyíregyházi Evangélikus Egyház közösség Mandabokori gyülekezetének köszönhetően. Az évről évre egyre népszerűbb szünidei programot pedig már 30 szervező is segíti. Kedd délután egy különleges buboréksóval készültek a táborozó gyerekek számára. Ebéd utáni csendes pihenőből ébredeznek a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközösség Mandabokori gyülekezetének gyermektáborában. Az egyhetes nappali táborban számos program várja a gyerekeket, délelőttönként tanulhatnak, sportolhatnak és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Minden évben, immáron most már a 10. éve szervezzük ezt a tábort, a nyári tábort. Évről évre mondhatom azt, hogy egyre sikeresebb. És a Mandabokori gyülekezet területén, ez közel fél hektáros terület, ez a terület ad otthont egy héten keresztül a gyermekeknek, ebben az esztendőben 124 gyermek van. Bízzák ránk a szülők, a gyermekeiket, 3 és 12 év közötti gyermekekről beszélünk. Az ebéd utáni pihenőt egy buboréksó követte kedden délután, melyhez közösen énekelve gyűltek össze a gyerekek. A táborban látványos programokat is szerveznek a gyerekeknek, hétfőn a közút munkagépeit nézték meg, de állatsimogatással és habpartival is készülnek a szervezők a buborékshow mellett. A porókus elmondta, a szórakoztatást kiegészítve mindennapos tanításra is készültek a fiatalok számára. Isten igéjéről tanítjuk őket, arról, hogy Jézusnak a különböző találkozásai különböző emberekkel hogyan történt, hogyan változott meg emberek élete, erről tanítjuk, aranymondást tanítunk, illetve utána pedig ehhez tartozó kézműves foglalkozások vannak. Illetve még van sportvetélkedő, ahol a gyermekek ilyen rotációban, forgó rendszerben
gyakorolhatnak különböző sportdolgokat. A tábort az evangélikus gyülekezet és az alapítványuk is támogatja, így fejenként 12.500 forintba kerül az egyhetes napközis tábor teljes ellátással. Gyebrószki János lett a szövetségben Nyíregyházáért jelöltje a város 13-as számú választókerületében, jelentette be Jeszenszky András a keddi sajtótájékoztatón. A kerülethez a környékbeli bokortanyák tartoznak. A jelölt célja, hogy teljes mértékű legyen a közművesítés, összekötő utak épüljenek, fedett buszvárókat alakítsanak ki, illetve biztosított legyen mindenhol az egészségügyi alapellátás. Mint a bokortanyák lakosságáért egyesületnek az elnöke, ismerem a bokortanyák minden egyes területét. Mint ahogy elhangzott, 12 évig voltam ennek a bokortanyáknak a képviselője. Úgy gondolom, hogy azért esett rám a választás, mert azt a 12 évet én jól csináltam, és úgy csináltam, ahogy az embereknek kívánsága volt. Nem áll meg az üzemanyagok drágulása, a hét közepén is a benzin kapja a nagyobb áremelést. Most szerdán újabb 7 forinttal megy feljebb a 95-ös, amíg 5-tel a gázolajára. Utóbbi átlagára ezzel literenkénti 398, a benziné pedig 397 forint lesz. Júliusban eddig egyébként csak a benzinára nőtt, múlt héten 3, július első hetében pedig 7 forinttal. Érdemes tájékozódni tankolás előtt, a drágább helyeken például az autópályák mentén található töltő állomásokon akár a 2012-es 450 forintos szintet is elérhetik a literárak. Rekord gyorsasággal növekszik az ország egyetlen indiai orrszarvú bébije a Nyíregyházi Állatparkban. A 10 hónapos apróság meg 5-szörözte testsúlyát, 56 kg-mal látta meg a napvilágot, és most 3 mázsát nyom. A kis rinocérosz már jó részt nem anyatejjel táplálkozik, hanem áttért a szilárd takarmányra, és előszeretettel csemegézik a zsengefűből is. Az országban csak itt élő ritka indiai orrszarvú 3 egyede az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében él Sóstófürdőn. A legfiatalabb ivarérett nőstény, a 7 éves Aruna 2014-ben érkezett Berlinből, a 14 éves apa állat Hans 2006-ban Nürnbergből, míg a 10 éves anya Jászmin 2010-ben Plankendélből került az ország legnagyobb vastagbőrű gyűjteményével rendelkező Nyíregyházi Állatparkba. A kisállat születésére, mely igazi zoológiai szenzáció, már több éve vártak a szakemberek, hiszen komoly szakértelmet igényelt, hogy természetes módon párzásra bírják ezeket a fogságban nagyon ritkán szaporodó állatokat. A kis rinocérosz szépen fejlődik, 10 hónaposan megötszörözte testsúlyát. A Nyíregyházi Állatpark egyik legnagyobb büszkesége a kis indiai orrszarvú, hiszen ez idáig Magyarországon ilyen faj nem látott napvilágot. A pici 56 kg-os testsúlya született, most azonban már körülbelül 300 kg-os testtömegű. Már jó részt nem anyatejjel táplálkozik, hanem szilárd takarmányra is áttért, és előszeretettel csemegézik a zsengefűből is. Mivel bikaborjúról van szó, körülbelül 2-3 éves korában el fog kerülni majd Európa másik állatkertjébe, de addig is itt a kifutóban az anyjával együtt meg tekinthetik a látogatóink is. Az indiai orrszarvú a földön élő 5 orrszarvú faj egyike, és a legnagyobb méretű ázsiai orrszarvú faj. Testtömege 1800 és 2700 kg közötti. Latin neve Rhinoceros unicornis, elárulja, hogy egyetlen tülke van, melyet a hím és a nőstény egyaránt visel. A 2-5 cm vastag barnászürke bőre gazdagon redőzött, melynek hatására megjelenése a középkori lovagok páncélozatára emlékeztet, ezért nevezik a fajt páncélos orrszarvúnak is. Két egynapos nemzetközi kerékpárversenyt rendeznek a hétvégén a megyében. A V4 Special Series sorozatban szombaton Vásárosnamény és Nyíregyháza, vasárnap pedig Vásárosnamény és Ibrány között tekernek majd a versenyzők. A viadalon 18 ország, 23 csapatának 140 bringása áll rajthoz. A V4-es kerékpárverseny története 2013-ra nyúlik vissza, akkor Budapestről indulva krakkói kerekezett a 300 fős mezőny. Azóta minden évben megrendezik a versenyt, tavaly pedig elindult egy külön sorozat V4 Special Series néven.
Ennek a sorozatnak két versenyét rendezik szombaton Vásárosnamény és Nyíregyháza, vasárnap pedig Vásárosnamény és Ibrány között. A magyarok, csehek, szlovákok és lengyelek mellett Luxemburgból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, valamint Ausztriából is érkeznek a 6 versenyzőt és 3 tartalékot felvonultató csapatok a viadalra, amelyen olimpiai és világbajnoki kvalifikációs pontokat is lehet szerezni. A Nemzetközi Szövetség akkor ad lehetőséget egy versenyszervezőnek olyan verseny lebonyolítására, ahol pontot lehet szerezni, hogyha megfelel a feltételeknek. Ezeknek a feltételeknek nem könnyű, de meg lehet felelni. A versenyzőkről meg tudni kell, hogy lökhet fel például akármilyen pénzdíjat egy szervező, nem fogja érdekelni őket, viszont hogyha egy kvalifikációs pontot lehet szerezni, és nem is keveset, olimpiára vagy VB-re, akkor gyakorlatilag túljelentkezés van, tolonganak, tehát úgy kell szelektálni a csapatok közül, hogy kinek a nevezését fogadjuk be. Mint a megyeszékhely alpolgármestere elmondta, a városban népszerű a kerékpározás, így reményei szerint sokan lesznek kíváncsiak a Nyíregyházán megtett utolsó 20 kilométerre, amely jövő évre tervezett világkupafutam tesztversenye is lesz egyben. Vannak félprofi vagy amatőr versenyek, vagy lehetőségek arra, hogy a családok, vagy egyéni vállalkozó szellemű hölgyek és urak kerékpározzanak. Egy profi verseny az más technikai feltételeket kíván. A város szempontjából azért fontos ez, mert ennek egy hatalmas turisztikai és imázsnövelő szerepe lehet. Ráadásul úgy, hogy szeretnénk, hogyha jól sikerülnek ezek a versenyek, ezek a kerékpáros versenyek, jövőre kandidálni egy komolyabb, több főt megmozgató ifjúsági világkupára. Szombaton Vásárosnaményban 12 óra 20 perckor vág neki a mezőny a 168 kilométeres távnak, majd a megyeszékhelyen megtett 4 kör végén a leggyorsabbak 16 óra körül érnek be az Országzászló téren kialakított célba. Vasárnap 12 órakor indulnak el a kerekesek Vásárosnaményból, hogy 172 kilométer megtételét követően délután 3:44 körül érjenek be az ibrányi célba. Dancsecs András személyében korosztályos válogatott kosarast igazolt a Nyíregyháza Blue Sharks. A szombathelyi nevelésű irányító az elmúlt szezont az Egyesült Államokban töltötte, ezekben a napokban pedig a portugáliai B-divíziós U20-as Európa-bajnokságon képviseli a magyar színeket. Alakul a Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete. Az elmúlt héten Rúgós Olivér érkezését jelentette be a klub vezetése, most pedig újabb kosarasó derült ki, hogy a kékcápáknál folytatja pályafutását. A szombathelyi nevelési, korábban a Falkó felnőtt csapatában is bemutatkozó, 19 éves Dancsecs András a legutóbbi szezonban az Egyesült Államokban az Indiana Egyetem csapatában szerepelt. Az egyes poszton bevethető játékos a portugáliai U20-as B-divíziós Európa-bajnokságon első két meccsén győztes válogatott egyik alapembere. Szerettük volna mindenféleképpen Fazekas Csabi távozását egy olyan játékossal pótolni, aki szintén meghatározó tud lenni a fiatalok között. Bízom benne, hogy azt a teljesítményt fogja majd nyújtani, amit várunk tőle. Ugye egy új játékos érkezésénél ez mindig egy picit rizikós, de úgy látom, hogy az U20-as válogatott keretében is megfelelő teljesítményt nyújt. Tavaly ő ugye Amerikában játszott, és így nem láthattuk a magyar bajnokságban, de 2000-es születésű fiatal, és bízom benne, hogy nagyon szépen be fog illeszkedni a csapatunkba. Sitko Ernő játékos karrierje során több csapatban is megfordult, tapasztalatai alapján teljesen egyénfüggő az, hogy ki milyen hamar épül be egy új közösségbe. Attól függ, hogy kinek milyen alkalmazkodó képessége van, de én bízom abban, hogy Andris tavaly ugye egy amerikai közegben szintén egy új közegbe illeszkedett be, most viszont nem kell neki teljesen ismeretlen közegbe illeszkednie, hiszen itt van Sitku Marci, akivel most ugye az U20-as válogatottban együtt vannak, illetve természetesen a Szombathelyről érkező Bazsu Bruno szintén támaszt jelenthet neki, de azt hiszem, hogy a csapatunk eléggé jó közösséget tud alkotni, és nem hinném, hogy problémája lenne a beilleszkedéssel. Természetesen azt majd meg kell szoknia, hogy milyen játékstílusban játszunk, de bízom abban, hogy ez is tetszeni fog neki. A dobásokat én, illetve a szakmai stáb nem szokta túlságosan visszafogni, tehát azt szeretjük, hogyha vállalkozó szellemű játékosok érkeznek hozzánk, ebben pedig úgy gondolom, hogy ő mindenféleképpen partner lesz. A nyíregyháziak július 29-én a képzőtábor oktatóiként kezdik el a felkészülést, majd egy héttel később már élesben is elindul a munka. Az első edzőmeccset augusztus végén Debrecenben a Vasas ellen játsszák majd a cápák. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Országos szinten 1,5 milliárd forint áll a települések rendelkezésére, hogy megoldják a szúnyog problémát. Ebből az összegből Vásárosnamény mintegy 1 millió forintot kapott. A földi szúnyoggyérítést szerdán végzik el a gergelyugornyai település részen közel 150 hektáron. Továbbra is országos hiány van a K-vitaminból. A jellemzően anyatejjel táplált új és koraszülötteknek, valamint csecsemőknek felírt injekció a következő napokban kerülhet ismét a gyógyszertárakba, de szinte biztos, hogy a korábban megszokottnál magasabb áron. Ennek az az oka, hogy a készlet eléggé ingadozik, és jelenleg csak külföldről lehet beszerezni a készítményt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 16-án kedden. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Szerda reggelig gyenge hidegfront hatás várható, majd délutántól már ismét szárazabb és kissé melegebb levegő áramlik fölénk. Szerda esti gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, a hét végére, illetve a jövő hét elejére visszatérhet a hőség. Nagy rész napos, száraz időnk lesz, de kezdetben átmenetileg nagyobb területen megnő az esély záporok, zivatarok kialakulására.